Autentikus dallamoktól volt hangos a bácskai kultúrpalota. Szombaton 11-ére is kezdetét vette a Nemzetek Tánca sorozat. 2012. augusztusában szerveztek első alkalommal táncházat a Sugovica Tánckör Egyesület ötlete nyomán a Sétáló utcában. A kezdeményezéshez pedig idővel egyre több nemzetiség csatlakozott. Ebből nőtte ki magát az immár 10 éves fennállását ünneplő rendezvény. A hagyományápoló program népszerű a bajaiak körében. Ezt bizonyítja, hogy az egy évtized alatt mintegy 100 000 embert sikerült megmozgatni a táncházak alkalmával. Összegezték a szombati megnyitón. A város életében fontos szerepet töltenek be a közelben élő nemzetiségek. A táncházak a kultúra mellett a helyi turizmus fellendítéséhez is rendre hozzájárulnak, mondta Nyirati Klára polgármester. Sokszínű kultúra uralja ezt a kisvárost, és ennek a kultúrának az egyik legszebb vívmánya ez a rendezvénysorozat, és igazából amikor azon gondolkodtam, hogy mit is jelent a tánc, akkor megragadta a figyelmemet egy idézet, amit most nem hagynék ki, és felolvasnék mindenképpen, mert szerintem annyira megragadja a lényeget, ez így hangzik, és Tony Persons egy újságírótól származik. Ha a szíved csordultig telt, akkor már nem beszélsz, hanem énekelsz. És ha a szíved túlcsordul, akkor már nem énekelsz, hanem táncolsz. Az ünnepségen a szervezők emlékplakettekkel hálálták meg az alapító egyesületek sok éves munkáját. A kerek évforduló alkalmából közös táncházba invitálták a bajaiakat, akik így a délszláv, a magyar és a sváb táncokba is bepillantást nyerhettek. Utóbbiakat Sauter Terézia, az MNAMK főigazgatója tanította meg a résztvevőknek. Edzsberger Teréz és Hornyegné Váradi Mária 2019-ben gyűjtötték maguk köré a sváb kultúra iránt érdeklődő fiatalokat. Azóta rendszeresen szerveznek kulturális programokat a bajai sváb táncház keretében. Igazándiból a táncházat azért alapítottuk, mert hogy nincs lehetőségük a gyerekeknek, ma már nincs lakodalom, nincsenek olyan rendezvények, ilyen családi nagyobb rendezvények, ahova gyerekeket elviszik, ahol ők ebben részt vehetnek. És ezért lett alapítva ez a táncház, hogy a gyerekeknek legyen lehetőségük egy kicsit táncolni, és egy kicsit ismerkedni a saját zenéjükkel. A táncosok minden alkalommal megadják a tiszteletet a tradíciónak, így ezúttal is sváb népviseletben léptek parketre a résztvevők. Én Csávóról származom, és a viselet is egy csávói viselet. A dédnagymamámnak a fénykép alapján varta egy varónő. Ennek mit jelent akár az, hogy a déd szülők viseletéhez hasonlít ez az öltözék, az a viselet, ami... Épp a Terikének meséltem, hogy az óvodában, ahol dolgoztam, nemzetiségi hét volt, és meghívtak, és akkor húztam fel először ezt a ruhát, és este felhívtam a Terikét, és mondtam, hogy Terike, olyan érdekes érzés volt, és nagyon jó érzés volt felhúzni. A sváb dallamok rövid időn belül a parketre vonzották a látogatókat. Fázó Anna 5 évvel ezelőtt csatlakozott a helyi délszláv tánccsoporthoz. Ezúttal azonban ő is a sváb koreográfiákat leste el. Én ezeket is ismerem, mert az MNAMK-ba járok, és én szeretem ezeket a táncokat is, mert szerintem a hangzása a daloknak is nagyon jó, és persze eltérő, mint a délszlávok, de azért szerintem ezekre is nagyon jól lehet táncolni. A Nemzetek Tánca a következő hetekben folytatódik. Legközelebb május 28-án várják a látogatókat, amikor is magyar táncokat tanítanak a résztvevőknek az Ötvös utcában.